játék, ahol mindig ugyanazon a vonalon kell gurulnia a labdának, és hogyha valaki egy kicsit elbillen, akkor nem fog összejönni. Megtakarításai, mi közük hozzá, ha fizetjük a havidíjat, mi közük a vagyoni állapotothoz? Fogy se tudunk mit beírni, most minek cirkuszolsz? Mert semmi közük hozzá. Az anyám be akar kerülni ide az öregek otthonába. És eleve egy borzasztó kapcsolat van közöttünk, de állandóan ugrásra kész, és állandóan ölni tudnak. Nálunk a halál egyszerű, meg hát elég gyakori is. Van olyan nap, hogy hárman, négyen. Aztán egy-két hét szünet, aztán megint. Vannak korszakok, meg vannak kultúrák, amikor útban van némely generáció. Nagy rendkívül magányos. Tulajdonképpen soha nem szerette senki. Nem is tudja, hogy ez micsoda. Rossz minőségű embereket játszunk. Mindenkinek a saját igazsága van, de igazából ezek nem megoldások arra a problémára, ami itt van. Egy idő után az emberek ki vannak dobva a szemétbe. Kivitték őket levegőzni, nem jöttek vissza. A háborúról beszél. Gyerek volt, de jól emlékszik. Olyan az öregség, mint a jégrianás. Egyszer csak... És egy pillanat is már ott állsz egy leszakadt jégtáblán, és távolodsz attól, ami az élet. És már csak úgy mégy. Ráeszmélek, hogy úristen, mennyire sok minden van ebben a színdarabban, és mennyire... Néha azért is nehéz, mert belefeledkezek egy-egy kollégámnak az alakításába, vagy amiket mond, így... Tényleg ezt mondja. Szerintem ezen sokat lehet nevetni saját magunkon, az életünkön, hogy bizonyos helyzeteket hogy oldunk meg, hogy bújunk ki alóla, és fölismerjük magunkat benne. Nagyon jó, nagyon izgalmas, nagyon szeretem, de nagy, nagy falat.